Azt kéri Debrecen város önkormányzata a Vármegyei Kormányhivataltól, hogy ugyanazzal az alapos és szigorú szakmai hozzáállással végezzék feladatukat, ahogy azt tették az eddigi ipari beruházók esetében is. A hivatal az EV Power Hungary benyújtott iparbiztonsági jelentése kapcsán közleményt adott ki. A dokumentum teljes terjedelmében elérhető a város, valamint a debreceni akugyár.hu weboldalon. A Városháza közleményében azt írják, hogy az EV Power hungary azt várják, hogy kizárólag a megfelelő hatósági engedélyek birtokában a jogszabályi és hatósági előírások betartása mellett folytassák a beruházásukat, annak építéséről pedig rendszeresen tájékoztassák Debrecen lakosait. A nyilvános dokumentumokhoz az eljárás későbbi szakaszában tartandó online közmeghallgatás keretében kérdés és észrevétel tehető. Az itteni ipari fejlesztéseknek a környezetvédelmi követelmények és az iparbiztonsági előírások teljes körű betartása mellett kell megvalósulniuk és működniük. Ezt a célt szolgálja az önkormányzat és a kormányhivatal szoros együttműködése és a környezeti ellenőrző rendszer kiépítése, amely jelenleg már kivitelezés alatt áll. A közlemény, amely teljes terjedelmében olvasható a dehír.hu hírportálon, kitér arra is, hogy az ígéreteknek megfelelően a nagy ipari fogyasztók vízigényét tisztított szennyvízből és felszíni víz keverékéből szolgálják ki, ezzel védve a felszín alatti vizeket.